a Dancing with the Stars győztesét keressük. Meglepít hoztál? Nem, mindegy. Gyertek, megmutatom a konyhám. Szia Timi, köszönjük, hogy megmutatod nekünk a konyhádat. Kezdjük is az elején. Mesélsz nekünk kicsit a reggeleidről, mivel indul a reggeled? Minden reggelemet kávéval kezdem. Tudom, hogy ez nem túl egészséges, de 27 éve így vagyok beállva, úgyhogy nem igazán tudom ezt megváltoztatni. Viszont próbálok lightos kávét reggel inni, ami azt jelenti, hogy pici eszpresszósát és nagyon sok növényi tej, illetve egy pötty stevia édesítőnek, úgyhogy így indítom a reggelt. Mit szoktál inkább reggelizni? Sós vagy édes reggelit preferálsz? Attól függ, hogyan ébredek. Egyébként általában a sós reggelit preferálom, én szinte mindig tojást teszem, avokádós toszttal, sok-sok zöldséggel, de ha mondjuk édeset kívánok, akkor pedig zabot választok, amit növényi tejben megfőzök, és egy pici ízzel, ilyen ízesítő porral pedig meghintem, és úgy nagyon-nagyon finom lesz. Figyelsz a zöldségbevitelre? Nagyon sok zöldséget fogyasztok a rost tartalma miatt. Én érzem, hogy ha mondjuk a reggelihez fogyasztok zöldséget, akkor sokkal jobb az az emésztésemnek, úgyhogy én erre mindig nagyon odafigyelek. Hogy állsz a zsírbevitellel? Figyelsz rá tudatosan, hogy milyen zsírokat vigyél be? Nem különösebben figyelek oda a zsírbevitelre, de tudom, hogy a jó zsírok nem rosszak. Tehát simán eszek avokádót, simán eszek magvakat, vagy simán mogyoróvajat is, tehát én ezektől egyáltalán nem félek, sosem volt még belőle problémám, akármennyire éreztőnek is hangzik. Mi a következő étkezés a napodban? 10 óraira általában valamilyen gyümölcsöt szoktam enni, a kedvencem a zöld alma, amit feldarabolok, és ebből a magyaróvajból így rácsurgatok magyaróvajat, és ez annyira finom, hogy nem igaz, és jól is rakom vele, úgyhogy ebédig bőven kihúzom. Ebédre általában milyen ételeket fogyasztasz? Amikor nagyon pörgős napom van, akkor próbálom úgy időzíteni, hogy vagy otthon készítek magamnak valamit előző este, ami általában rizs, vagy teljes kiörlésű tészta, mellette sok zöldség, és talán csirke, de inkább a halak felé húzódom. Követsz valamilyen speciális diétát? Speciális diétát nem követek, viszont én az intermittent fastingra esküszöm, ami időszakos böjtölést jelent, tehát azt jelenti, hogy 16 órán keresztül nem eszünk, 8 órán keresztül pedig igen. Ami egy picit durván hangzik, de egyáltalán nem az, este 6-kor eszem utoljára, és másnap reggel 10-kor pedig először. A böjt időszakban pedig csak vizet, teát és fekete kávét lehet inni, a 8 órás étkezés ablakban pedig szinte bármit lehet enni, nyilván én odafigyelek, hogy kevés szénhidrátot fogyasszak és cukrosat ne, úgyhogy ez számomra nagyon-nagyon jó, mert érzem is a változást, tehát szálkásodom, nyilván fogyok valamennyire, mert 16 órán keresztül nem fogyasztok semmit, de mindemellett sokkal jobban alszom, mert 6-kor ettem utoljára, nem pedig lefekvés előtt 1 perccel, úgyhogy sokkal kipihentebben ébredek, szóval ez az intermittent fasting nekem mindenre megoldás. Mi a kedvenc csalókajád? Húha, én azt gondolnám, hogy a pizza. Nagyon szeretem a pizzát, de hogyha édességre gondolunk, akkor pedig mákos guba, madártej és nutellás palacsinta. Viszont az mindenre van alternatív megoldás, például itt van ez a quinella, ami a nutellának egy alternatívája, amiben viszont nincsen cukor. Tehát ezt úgy is lehet fogyasztani, hogy csak félig csaló. Mi az, ami nem hiányozhat sosem a hűtődből? Az én hűtőmből sose hiányozhat olyan alapanyag, amit mondjuk egy ilyen főétel elkészítéséhez kell. Nagyon szeretem az ilyen paradicsomos tonhalas tésztát. Ott van paradicsomszósz, itt van tonhal, itt van hozzá a tészta, tehát hogy egy főételt össze tudjak dobni, illetve nekem a reggeli nagyon fontos. Tehát én el tudnék élni csak reggelin, enném reggel délben este, amihez ugye kell lennie tojásnak, zöldségeknek, illetve valamilyen szénhidrátnak, teljes kérdésű kenyérnek. Hogy főzöl? Hogy nem. alapvetően nem vagyok egy konyha tündér, tehát nem robotolok a konyhában órákon keresztül, viszont azokat az ételeket, amiket én szeretek, és úgymond a diétámba belefér, hogy próbálom kerülni a lisztet, a cukrot, és próbálok minél több vitaminban és rostban gazdag ételt fogyasztani, azokat el tudom készíteni magamnak. Tehát, hogy mondjuk csirkét, halat, rizst főzni, vagy a különféle reggelieimet, vagy a különféle mentes desszerteket, azokat el tudom magamnak készíteni, de nem fogok senkit vendégül látni egy háromfokásos vacsorára.
Van valamilyen apró trükköd azoknak, akik most vágnak bele az egészséges étkezésbe? Fú, van! Én mindig arra szoktam odafigyelni, hogy nagyon sokszor, amikor úgy érezzük, hogy éhesek vagyunk, akkor igazából csak szomjasak vagyunk, tehát próbáljunk meg sok folyadékot fogyasztani, és ha még mindig éhesnek érezzük magunkat, akkor együnk valamit. Én abban hiszek, hogy sokszor keveset, amit azzal tudok kontrollálni, hogy általában kisebb méretű tányérra tálalom az ételt, és akkor biztosan nem fogom túlenni magamat. Ez azért is nagyon fontos, mert a szervezet állandó emésztésben van, az sokkal jobb neki, mint hogyha háromszor óriási adag ételt kap, és akkor ott nehéz az a gyomornak, mi sem érezzük olyan jól magunkat, tehát nem véletlenül így működik ez a legjobban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a vízzel nagyon sokat tudunk csalni, hogy nagyon sokszor tényleg inkább szomjasak vagyunk, illetve tényleg próbáljunk sokszor kis adagokat enni. Van olyan alapanyag, amit tudatosan kerülsz az étkezésedből? Igen, az a tej. Nem egyedül lakom ebben a lakásban, úgyhogy ez a tej az nem az enyém. Ez a növényi tej az enyém. Sajnos tejfehérje érzékenységem van, úgyhogy egyáltalán nem bírom a tejet. Úgyhogy a kávémat is, a zapkásámat is, a palacsintát is, tényleg mindent növényi tejjel készítek el, úgyhogy a tej az nálam. No. Ha elvinnének egy lakatlan szigetre, mi az az egyetlen étel, amit magaddal vinnél? Tuti, hogy a sushi. Én óriási sushis vagyok, én alapvetően azt egészségesnek is gondolom, mert ugye rizs, meg hal, jól vannak a szószok, amit azért érdemes kerülni, hogyha az ember nagyon komolyan diétázik, de én azt gondolom, hogy a sushi egészséges és nagyon finom, úgyhogy biztos, hogy azt rendelnék a lakatlan szigetre. Edzés előtt mennyivel szoktál utoljára étkezni? Hú, én ilyen hardcore eset vagyok, nekem nagyon sokat kell várni valamiért, hogyha nem várok eleget, akkor rosszul leszek edzés közben. Úgyhogy én étkezés után 3 órát szoktam várni, nyilván a kis edzés előtti itókámat fél órával edzés előtt szoktam meginni, de az nem befolyásolja az étkezést. És egyébként pontosan tudjuk, hogy az egészséges életmódnál 70% a táplálkozáson múlik, és 30% az edzésen, úgyhogy menjünk is edzeni. Edzés előtt általában ezt az L-karnitin shotot szoktam választani, ami 3000 mg L-karnitint tartalmaz. Nagyon jó zsírégető, felpörgeti az anyagcserét, és én azt vettem észre, hogy ha fél órával edzés előtt megiszom, akkor sokkal jobban megy az edzés, sokkal könnyedebben, ha mondjuk futni megyek, akkor sokkal gyorsabban tudok futni, úgyhogy nagyon jó kis cucc. Grapefruitos vagy ananászos? Legyen most a grapefruitos. Beszélgessünk egy kis az edzésről, mesélj nekünk arról, hogy kerültél a sport közelébe. Fú, nagyon kicsi koromban kezdtem el sportolni. Fitkidesztem, ami ugye a gyerek fitness, tehát az azt jelenti, hogy egy másfél perces gyakorlatom van a színpadon, amiben akrobatikus elemeket csinálok, gimnasztikus ugrásokat, erőelemeket, lazasági elemeket, és ezt pontozzák a bírák, tehát 10 éven keresztül fitkid versenyző voltam. Ugye nekem az egész gyerekkoromat meghatározta a sport, úgyhogy a mai napon, így 27 évesen még mindig azt az életemet élem, hogy heti 5 edzés és hétvégén verseny. Most már nyilván nincsen verseny, de azért próbálom a heti 5 edzést most is megtartani. Most egy edzőteremben vagyunk, de van esetleg olyan sport, ami nem kötődik ide, és nagyon szereted? Nagyon sok sportot űzök edzőtermen kívül, sőt, én azokat a sportokat szeretem leginkább, amik a természetben vannak. Ilyen például a szobordozás, ami ugye téli sport, nyáron szeretek wakeboardozni. Egyébként nagyon szeretnék megtanulni lovagolni is, de bármilyen funkcionális edzést végzek, vagy akár futást, azt is a szabadban szeretem űzni. A social media felületeiden gyakran posztolsz futásról. Hogy kerültél kapcsolatba a futással? A futás nekem ma már igazi én idő. Eleinte utáltam, a nővérem szeretette meg velem, mert ő elkezdett futni, és mondta, hogy milyen jó. És mindig elmentem vele, és mondtam, hogy nekem ez annyira nem tetszik, mert unalmas. Aztán átkattantam, és rájöttem, hogy ez tényleg egy igazi én idő, hogy elindulok, és elkezdem a fejemben rendezni a gondolataimat. Én nem is nagyon szoktam zenét hallgatni, hanem inkább átgondolom, hogy mik az aktuális teendőim, mi vár rám aznap, mert egyébként én reggel szeretek futni, és akkor átgondolom, hogy mi minden vár rám aznap, miket kell bepakolnom a táskámban, milyen e-mailekre kell válaszolnom, és a többi.
és észre sem veszem, és eltelt 7-10 kilométer, úgyhogy nekem ez egy ilyen reggeli szeánsz. Edzőteremben mi a kedvenc izomcsoportod, amire legjobban szeret edzeni? Nekem nincs ilyen kedvenc izomcsoportom, mivel én akrobatikáztam gyerekkoromban, ezért én megszoktam, hogy minden izmomat mozgatom egy edzés során. Úgyhogy ha választanom kellene, akkor azt mondanám, hogy mondjuk én lábra szeretek edzeni, de mivel az akrobatikában is mindig úgymond lábból ugrottam, de egyébként ilyen nincsen, én ha eljövök edzeni, akkor szeretek mindent átmozgatni. És van olyan, amit kifejezetten nem szeretsz edzeni? Sajnos a hátizmom nagyon gyenge. Anyukám mindig azt mondja, hogy a lapockáim a csirkeszárnyaim, tehát sajnos igen, nincsen túl sok hátizmom, úgyhogy leginkább a hátizom gyakorlatokkal gyűlik meg a bajom. Személyedzővel vagy személyedző nélkül edzel? Én csak személyedzővel szeretek edzeni gépeken, illetve itt a teremben. Tehát én azt gondolom, hogy nekem, mint egy hétköznapi embernek, jó persze sportolói múltam volt, de nem konditermi edzésben. Tehát én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy én helyesen végezzem a mozdulatokat, és tényleg legyen eredménye, ahhoz egy profi szakember segítsége kell, hogy helyesen kivitelezzem a gyakorlatokat, vagy nem tudom, hogy hány számban kell ismételni, tehát nekem mindenképpen jó, hogyha van mellette valaki, aki ezt megmondja. Megnyerted a Dancing with the Stars című műsort. A táncban segített neked az edzés? Amikor a dancingben voltam, akkor sem ennyit nem edzettem mellette, hiszen tényleg az egész hetemet a táncpróbák tették ki, tehát tényleg 0-24 táncoltunk, viszont akkor jöttem rá arra, hogy a tánc az mennyire jól formál. Tehát ott is minden izomcsoport mozog és dolgozik, és olyan szépen szálkásított, hogy a mai napig azt mondom, hogy szerintem, vagy nekem legalábbis, akkor tetszett a legjobban az alakom, amikor ott voltunk a Dancing with the Stars döntőjében. Hányszor edzel egy héten egyébként? Amikor nem vagyok nagyon-nagyon elfoglalt, tehát a munka miatt, akkor megpróbálom tartani ezt a heti 4-5 edzést. Most, hogy azért rengeteget forgatok, dolgozok, fotózok, most azért 3-at tudok bevállalni. Nyilván van, hogy otthon próbálkozom ezzel, mert nincs mindig időm lejönni a terembe, arra is vannak egyébként tök jó eszközök. Van, hogy csak otthon kimegyek futni, de ha tényleg ilyen funkcionális gépekre szeretnék felmenni, akkor ide bejövök a terembe. Mi ad neked motivációt, ha éppen nincs kedved elmenni edzeni? Nekem mindig az ad motivációt, hogy van egy célom. Akármi legyen a cél, ez lehet egy pici cél, hogy mondjuk készülök egy bikinis fotózásra, vagy hogy elmegyek valahova nyaralni, és szeretnék jól kinézni a bikiniben. De hogy alapvetően, ami ilyen olyan cél, hogy mindennapos cél, az, hogy jól érezzem magam a bőrömben. Én nem érzem magam jól, hogyha nem vagyok fit, hogyha nagyon lusta vagyok, ha nincs meg a napi 10 000 lépés mondjuk, akkor én úgy érzem, hogy puhány vagyok, meg lusta vagyok, és én nem szeretem ezt. Úgyhogy nekem minden nap azt kell éreznem, hogy aktív vagyok, hogy teszek a céljaimért, teszek az álmaimért, és jól érzem magam a bőrömben, tehát fit vagyok. Említetted, hogy időszakos böjtöt követsz. Mennyire érzed ennek a hatását az edzéseden? Nagyon érzem a hatását, a pozitív hatását, mert sokkal könnyedebb, úgymond a testem, vagy ezt nem igazán tudom. Mindenki próbálja ki, aki szeretné ezt megtapasztalni, de hogy sokkal könnyedebben tudok mozogni. Tehát mondjuk, hogyha ugrálnom kell, akkor érzem, hogy ruganyosabb vagyok, hogy könnyedebb vagyok és magasabbra ugrok. Ez most egy egyszerű példa, de hogy bármilyen sportba beépíthető és bármilyen sportnál érezhető. Ha kardióról van szó, akkor a lassú egyenletes, vagy inkább az intervallum edzést preferálod? Ha egy kis én időt szeretnék tartani, akkor mondjuk elmegyek hosszú távon egyenletes tempóban egy 7-10 kilométert lefutok. De ha azt szeretném, hogy egy picit szálkásodjak, vagy égessek zsírt, akkor mindenképpen az intervall kardiót választom, ami ugye azt jelenti, hogy a sebességet váltogatom. Tehát, hogy mondjuk sétálok, aztán sprintelek, lassan futok, sprintelek, és akkor a pulzus felleugrál, és az elképesztően jó zsírégető, illetve fejleszti az állóképességet. Úgyhogy attól függ, hogy mi a célom, azt a futást, vagy azt az edzést alkalmazom. Van valami, amit nem szeretsz az edzőteremben? Az edzőteremben azt az egy dolgot nem szeretem, amikor itt rengeteg az ismerős. És amikor éppen futok, és a 8. kilométernél ömlik rólam a víz, és próbálok túlélni, és akkor jönnek az ismerősök, és elkezdenek beszélgetni, na ott vége. Úgyhogy könyörgöm, ha megláttok a teremben, ne gyertek hozzám! Ha valaki most kezd bele az edzésbe, vagy akár a futásba, lenne valamilyen tanácsod számára?
kezdőknek mindig azt javaslom, hogy keressék fel egy szakember segítségét, hiszen lehet, hogy ami nekem bevált, vagy nekem jó, az nem biztos, hogy mindenkinek hasznos lesz. Úgyhogy én mindig azt gondolom, hogy keressünk fel egy szakembert, aki a mi magasságunk, súlyunk, életvitelünk és mindenhez készít nekünk egy edzéstervet, vagy tanácsokat ad. De egyébként a legfontosabb az, hogyha valaki belekezd, akkor ne adja fel az elején, hanem igenis gyűrje és hosszú távon tartson ki, mert meg lesz az eredménye. Remélem, sok új információt megosztottam veletek az egészséges életmódommal kapcsolatban, legyen szó a konyhámról vagy az edzésről. Ha bármire még kíváncsiak vagytok, írjatok meg itt kommentben, és iratkozzatok fel a Gym Beam YouTube csatornájára.